Kicsit hasonlítasz a Boborjánra azon a képen egyébként. Az úgy, hogy nagyon hízelgő. Többet kellett volna edzeni a Besenyő Pista bácsinak. Ja, ugye ez? Igen. Mindenféle előképzettség, csak a lendület, csak a hév vitt előre. Amikor először hazavittem az első próbatermi, hát akkor még ilyen szalagos kazettás felvételt, akkor, és megmutattam, és mondtam, hogy na jó, befejeztem a sportpályafutásomat, ugye az, amiben egyébként a szüleim is nem csak rengeteg energiát, hanem pénzt is raktak, és megmutattam az első felvételt, édesanyámnak csak annyi volt a válasz, hogy elsírta magát. És egy fél órán keresztül csak pityergett. Apám megpróbált lebeszélni róla, de azóta hát nyilván már ők is büszkék. Már többen mondtátok, hogy így szerették volna a szüleim, vagy úgy nem szerették volna. Tehát, hogy úgy ez a szülői részről a támogatás vagy az ellenállás, az mennyire meghatározó, hogy mit tud elérni az ember az életébe. Nyilván aggódsz a gyerekeid sorsáért, és hogyha mutatsz például, most visszatérve ez az esethez, mutatsz egy ilyen felvételt, hát én is elsírnám magam, hogyha a Szofi, vagy mindegy, a Levi hazajönnék. Vagy azt mondjátok meg, hogyha odáll, most azt mondom, jogász leszek, vagy azt mondom, pedagógus leszek, akkor azt mondják a szülők, hát jó van, hát ez egy szép szakma, hát, sok sikert. Nem mondom azt, hogy anyukám az. Igen. De amikor miért van az, hogy amikor zenészekkel beszélgetsz, akkor 10-ből 9-en azt mondják, hogy amikor hazamentem és azt mondtam, hogy én zenész leszek, akkor elsírták magukat a szüleim. Tehát, hogy ez ilyen teljesen mindegy. Mert a biztonságra törekszenek szerintem a szülők a gyereknek, hogy inkább legyen egy igazi szakmája, ami 8-tól 4-ig bemegy, megkeresi a pénzt, és akkor tuti, hogy jól megvan. Hát meg valamilyen szinten szerintem ez sokszor független attól, hogy te hogy zenész, vagy mit tudsz a hangszeren, vagy hogy énekelsz, mert ez sokkal inkább a közönségtől függ, tehát hogy miért az a zenekar megy, és senki nem tudja a választ. Tehát és nem lehet, egy hogy egy kicsit az életmóddal is kapcsolatban van? Tehát, hogy az aggódás az onnan kezdődik, hogy a zenész élet azt is tudja. Szerintem ebben is. Miért? Most mi bajod a zenész életre? Hát ne bolondozzál, 10 órára ideértetek, egy szavam nem lehet. Hát azt gondoltam, hogy akkor még alszotok majd. Mi bajom a zenész életre? Hát, ugye. Mire célozgatsz? Tedd ki a... Mondjam, apukám is zenész, ne bolondozzál. Egyébként ez a zenész életmódhoz vissza, csak gyorsan egy mondatra, hogy mikor a gyereket mi vittük bölcsibe, akkor látták, hogy vagy tudta... Mi az dadus, hogy én ki vagyok, azt megláttak, azt mondja, na jó, ezt a csávot most láttuk utoljára. És utána minden hétköznap én hoztam, vittem a bölcsiből, és a végén mondta, hogy ezt ők nem is gondolták volna. Hát mondom, mit? Hát mi hétvégén dolgozunk, hétköznap ráérünk pelenkázni, meg gyereket hordani a bölcsibe. Tehát nem biztos, hogy ez akkora nagy baj. Szerintem mi sokkal többet vagyunk a gyerekekkel, mint azok a szülők, akik nyáron is dolgoznak. Hát, hogy akinek két munkája van, az, hogy eltartja a csúcsot. Például. 20 éves a Kowalski meg a Vega. 2 évtized legnagyobb slágerei egy felejthetetlen aréna koncerten. Jegyek broadway.hu. Árnyék és fény, varázsszavak a lélek éjszakáján. Február 18-a, aréna.